Budapest Honvéd Obuszt, Piac tartományára indul. Győzelemmel kezdtük hazai pályán a szezont. Csertő Örő vezetőedzővel arra kérném, hogy értékelje a találkozót. Azt gondolom, a csapat az első fél időben jobb teljesítményt nyújtott, kevesebb hibával játszottunk. Tehát kellett azért egy kapus bravúra, oda passzoltuk az ellenfélhez, de hát ez benne van a játékban, hogy tehát nem egy felépített támadást vezetett az ellenfél, nekünk többet birtokoltuk a labdát, több olyan szituáció volt, amikor lejutottunk az ellenfél alapjáig, azokat rosszul oldottuk meg, de azt gondolom az úgy rendben volt az első fél időt, tehát uraltuk a játékot. Második fél időben is jól kezdtünk, illetve gólt szereztünk, a gól után egy kicsit ráütünk el az 1-0-ra, akkor a Tatabányának voltak lehetőségei, kellett akkor a kapusunknak a jó teljesítménye, de azt gondolom összességében 1-0-ra megérdemeltük ezt a győzelmet. Köszönöm szépen, kérdés van esetleg? Nincs, akkor nektek köszönjük a részvételt, és hát az értékelést, és megyünk tovább.